vagánykot. Hát, hölgyek, urak, üdvözlünk mindenkit a Rockpagoda második születésnapi bulián, ami nagyon zárt kül és nagyon exkluzív. Nagyon ugye, kiraktuk őket az utcára. Így kiraktuk az utcára a kollégákat. Úgyhogy mindjárt majd körbe megyünk, de elsőként egy nagyon fontos dolgot fogok nektek mutatni. Mégpedig a tortánkat. És a pillangók alias lepkék nem azért vannak rajta, hogy megtévesszék az ellenséget, vagy hogy elrepüljenek vele, hanem mert hercegnő, a Rockpagoda angyala imádja ezt a fajta csokoládés lepkét. Ugye, Niko? Na, és mutatok még valamit, és majd utána lehet kitalálni, hogy vajon kitől kapta ezt hercegnő. Tessék! Ezt most kapta, kb. Egy perccel, nyomogatta, idegesítő volt, és találjátok ki, hogy kitől kapta. Szóval, hölgyek, urak, először is üdvözlök az egybegyűlteket. Mészáros Tibor, a volt, van és lesz Griff zenekar örökös menedzsere. És tiszteletbeli menedzsere. És egy darázs megy a fületbe. Őt. Nem baj. Ex-billentyűs. Ne, milyen ex-billentyűs? Te még mindig billentyűs Stevie van. Wonder. Igen, szóval most már ki lehet találni, hogy ki, illetve kiktől kapta hercegnő ezt az ajándékot. Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy a Rockpagodás pólóba jöttetek, ugye ez a tavalyi szület. Látszik azóta benn volt így a fiókban, ki sem volt mosva. Gyönyörűen vigyáztunk rá. Berakták az egyik sarokba, idén kivették. Szerintem a kutya nem azóta is keresi. Voltam. Volt rajtam többször, igen. Csak nem látom. Kétszer. Hát az többször. És Lakatos Márk, a Rockpagoda, támogatója, filmrendező, videokliprendező. Egy nagyon profi, és nagyon köszönöm. Jó gyűrűje van. Köszönöm. Mutasd meg a gyűrűdet. A gyűrűk ura. Nem, ez ugye a filmből van. A filmekből. A filmekből. Minden film kap egyet nagyjából. Hát imádom. Viki Black. Igen. És Nikó Vájt, a Rockpagoda angyala. Szia, kicsi! Szóval, hölgyek, urak, ez a zárt körű, nagyon exkluzív, hűde exkluzív buli. És mindenkit várunk este majd 6 órakor kapunyítás, 8 órakor kezd a Red River zenekar, utána a Senior zenekar egy jó kis bulira. És így, urak, ugye az elmúlt évben is itt voltatok nálunk, most is itt vagytok nálunk, jövőre is szeretnénk, ha itt lennétek. Már és... tavaly nem tudott lenni, viszont idén megtisztelt minket. Mi az, hogy nem tudott lenni? Ez, nem tudott milyen lenni. Nem tudott lenni? Na, még a világon sem voltam, már jól fiatal. Ez a... Nem szívem. Nem az, hogy nem tudott, ez a macska fel van mászva a fára. Nem. Te meg dobáltad is magadra. Hölgyek, urak, ez úgy történt. Ezt most el... Fekete cica, tessék. Igen. Ez úgy történt, hogy fölmászott a fára egy cica, és megkért a csodás nejem, hogy segítsem le. Én meg tobozokkal elkezdtem dobálni. A toboz visszapattant a fára, és fejbe vágott. És a csodás nejem úgy röhögött rajtam, hogy na mindegy, szóval... Hogy bepisírt, most mi van? Na jó, too much information. Szóval köszönjük szépen, gyertek el este, és velem hát, találkozhattok. Tessék keresni, mert nagyon jó klippeket csinál, nagyon jó filmeket csinál. Így van, tessék zenekarok keresni, mi ajánljuk. A Grip zenekart is tessék keresni, hogy mondjam, nem biztos, hogy megvan. Tudtunk a Márk ugye a Mortesil Morrisnak, a Várakozó Tilosnak és a Noiseblade-nek rendezte, amit klippeket, de biztos, hogy még nagyon sok zenekarnak fog rendezni. Mennyiben más klippet rendezni, mint filmet? Óha, jönnek a provokatív kérdések, nem számítottam erre. Mennyi más klippet rendezni, mint filmet? Hát... Általában, mivel, hogyha az előmunkálatokat tekintjük, akkor ez nyilván kevesebb munkát igényel, viszont sokkal koncentráltabb az egész projekt olyan szempontból, hogy mivel általában alacsony költségvetéssel dolgozunk, ezért sokkal több fókuszt igényel egy adott nap, mint mondjuk egy film, amire mondjuk talán van két hetünk vagy egy hetünk. És ráadásul több lehetőség van adott helyzetben kollaboratívnak lenni, tehát amikor egy filmet készítünk, akkor egy stábban is ott megvan szabva, hogy mi hogyan működik. Általában én azt szeretem, hogy a zenekarokkal tudok úgy együttműködni, hogy az ő
ötletük, elképzelésük valamilyen módon megvalósuljon. Közben Mária Magdolna ikon kérdezi, sziasztok, és mennyire csinál klippet? Hát keressétek Márkot, és akkor ez függ attól, hogy milyen az a... Ugye? Tehát ez sok mindentől függ, de megbeszéljük. Keressétek Márkot, biztos vagyok benne, hogy aki a Rockpagodán keresztül keresi, az egy kicsit kedvezőbb árat fog kapni, illetve akkor még mi is kiszoktunk menni. És még Márk ebédet is kap. A legendába. Nem kötelező. Szóval, urak, jövőre veletek ugyanitt, és várjuk a Griff zenekart egy, volt egyszer egy Griff című beszélgetésre. Once upon a time, a Griff. Igen? Legyen? Legyen. Dino, úgy ígérd meg, ha el is jött. De hát mikor, hol? Hát mikor, hol? Itt és most. Ja, tessék. Most csináljuk? Igen, nem, most így. Most beszéljük meg. Ja, most beszéljük meg, hogy volt egyszer egy Griff, oké. Okay. Nem, most a Riffordot beszéljük meg. Igen. Hát figyeljetek, csinálhatjuk meg, hogy most egy, hogy itt vagyok, és lejöttem Fehérbottal Szentendrére, vagy ilyes. Komács vagy Szentendrére? Szentendrére. Tudom én. Nem, mert nem láttam az úton a kiírva a táblát, hogy Szentendre. Mert nem figyelsz. Ne. És olyan ráadásul a Laci meg kirakott ide minket, mint a bűvös kockát, tudod. Nem, nekem azért ez megtudott, ez lehetne egy ilyen, jó, egy Fellini film, tudod, Fehérbottal Szentendrén. Aha, igen. Majd egy dalt is írok erre. És kedves... Ez is egy jó válasz. Megkérdezted, hogy mi a különbség a klip meg a film. Hát a filmhez utólag csinálják a zenét, a kliphez meg először van a zene és utólag csinálják a videót. Jobb esetben. Jó, viszont most Dino, az lesz egy provokatív kérdésem. Hallottuk, nem akarom megmondani kitől, a tőled jobbra ülő úriembertől, hogy van neked egy gyerekalbumod. Van. Hogy mikor óhajtod ezt már kiadni? Vagy ez ilyen posztumusz legyen, vagy mi? Hát fél, az úgy van, hogy hat dalt csináltattak meg velem, aztán nem lett belőle semmi, és most meg úgy gondolom, hogy elég jók lettek azok a dalok, és hogy ahhoz kéne, most már nem lehet, hogy kitenne a YouTube-ra, hogy egy kép vagy valami, most kéne hozzá ilyen animáció 3D-s, és azt meg nincs rá pénzem, meg nem tudom, ki csinálja meg. Uh-huh. Tehát, hogy tökre úgy lenne ez poén, hogy ugye, hogy a nyúl az legyen ott nyuszi, meg mozogjon, meg a sztorikat, hogy azt ott egy kicsit lekövesse a történet. Nem tudok, most ugye, mondjuk én hallgatom most már a filmet is, meg a zenét is, mert nem nagyon látok, de úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha valaki ezt elvállalná, hogy csinálna hozzá, mert YouTube-ra most már nem fogadják el, hogy most kiraksz egy képet és szól egy zene. És tudom, hogy a gyerekek meg annyira rámennek ilyen mindenféle ilyen gyerek színes, szép, igen, animációra, és több millióan megnézik. Most arra gondoltam, hogy nincs értelme annak, hogy most kirakom ezt a hat dalt, és még esetleg még itt csinálnék hozzá egy párat, de hát addig, amíg nincs hozzá semmilyen animáció, addig nem fogom kitenni. Hmm. Hát neked megmutatom majd, ha átugrasz. Van benne politikai zene is, tehát politikai mese levez, mert a New Malvin-nal ugye azon gondolkodtam, mert tudom, hogy a medve meg az elefánt mit csinál, az elefánt a kötélhúzás bajnoka, az oroszlán király, meg minden van, csak hát mondom, mit csinál a nyúl azon kívül, hogy tudjátok, hogy szaporodik. És akkor az ilyen beugrott, hogy tök jó az, amikor a apuka már megőrül, hogy ezt a meselemezt be kell tenni a kocsiba a gyereknek, de viszont akkor legyen olyan, hogy legalább röhögje szét magát. Tehát a nagycsaládos New Malvinnak kisbabája lesz. Mm. És nem segít ma rajtunk a hivatal sem szívem, tehát egy kicsit így benne van a feeling, és a gyerekek ugyanúgy élvezik és hallgatják, és apu meg szétröhögi magát, hogy egy kis ilyen cseles szövegek vannak benne, hogy éhes lett a ravaszók, ha sosem volt ilyen. Aztán ilyen. De ez csak az egyik dal. Az van benne, amikor az oroszlán királyos részt akartam úgy csinálni, mint a Walt Disney, hogy ilyen, legyen ilyen dobos, ilyen, mindig vizuálisan látom már a történetet, amikor dalt írok, és álmodom, nekem ebbe kell valamilyen afrikai halandzsa, és a Fekete Pákon mondja, nem jelent semmit, mert szerintem semmilyen nyelven nem beszél a Pákó, de nagyon jó mutat a zenébe, és akkor még a Barabás Béla is énekel, meg a Dalai Jussi. Tehát ilyen sokan raktuk össze azt a hat dalt, és szerintem elég igényes lett, úgyhogy a gyerekeknek
nem a ciki, hanem egész jól meghangszerelve meg van csinálva. Szerintem szép az egész történet kerek. Úgy volt, hogy óriás bábok lesznek hozzá, és hogy avval lesznek előadva ezek a dalok, de aztán... És most veszel még? Igen, veszlek. Nem csak, hogy így elmozdult egy ilyen folt, és mondom... Ne, hát látszódja a Márk is, hát így fura, hogy érted. Mondom a magamét, és már nem is... Nem. Egyébként tényleg jó a zene. Én kiküldtem az unokámnak Új-Zélandra, mert hogy ők ott élnek, és borzalom nagy siker. Most már kötelezően minden lefekvéskor azt kell hallgatnia. Az szép. A murmuc, a majom, meg a mongol oroszlán. Az ráadásul hát a mongol az meg egy zseniális oroszlán, mert ezt a Abonyban volt egy vadaspark, és ez magánzó, és most ők átköltöztek Felső Lajosra. Azóta nagyon sok oroszlán van, de még ott van most már vagy 7 vagy 8 éves a mongol. Nem is tudom, lám, több. És még 6 éves koráig még lehetett csimogatni, meg bejárt hozzá a Tibi, aki csinálja ezt, és hát ő vele kezdtük megcsinálni, és aztán jobban maradt, mert neki is költözés, meg hát van ott elég munka avval a magázóval, és aztán így megállt egy kicsit a dolog. Közben Vicky Black kérdezett, hát miért nem kérdezel szóba? Hát itt vagy, hát most mit írogat? Nem akartam beleszólni. Nyugodtan. Írtál nekünk? Szóval Vicky Black azt kérdezte, hol lehet megtalálni Márkot, hogyha valaki videoklipet szeretne rendelni tőle. Facebookon, na. Instagramon. Illetve e-mailen vagy telefonon, minden módon meg lehet engem találni. Jó, na. Akkor hozzálinkeljük a zenéhez. Köszönöm. De... én csinálnám, mit mondanál? Jó, értem. Ennyi. Hát jó, ha már itt vagyunk, szívem, mit üzensz a Rockpagod a nézőinek? Miért jössz közelebb? Hát mert hercegnőt veszem, nem téged. Hát... Nagyon helyes. Szóval, mit üzensz Rockpagod a nézőinek? Tartsanak jövőre is velünk. Jövőre, így van. És ünnepeljenek velünk, ha nem is itt, akkor máshol, meg este várjuk őket. Én nem, de Laci igen. És hercegnő, Nikóca, te mit üzensz a nézőknek, kicsim? Más a be. Nikóca azt üzeni mindenkinek. Más a be. Ennyi, köszönjük. Boldog szülinapot, Rockpagoda. És köszönjük, hogy követtek minket.